Drága hölgyeim, drága uraim, köszöntöm az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit. Jó estét, Ede bácsi, jó estét! Hát... Ez konkrétan milyen fagyi, amit itt látok? Nem fagylat, mikrofon, Ede bácsi, hát megint a riportról van szó. Megáldjon az Isten, édes fiam, megáldjon téged. Örülök, hogy ismét látom, hát nagyon jó színben vagy még, egész jó tartja magát. Magamat még csak-csak eltartom, de téged már nagyon nehezen. Meg is kérlek, hogy majd a lábamról szálljál majd lefele, jó? Ede bácsi, remek színben van. Ezt tudod, te rólad, édes fiam, nem mondhatom én el. Egyébként nagyon hamar megszeretek mindenkit, egyedül valahogy téged nem sikerül. Franca pofádat. Két dolgot nem szeretek igazán, az egyik ez a tremoló. Segítek, hogy megpróbáljuk. Nagyon rosszul jártam, mert akkor ezzel kezdek el nagyon elő. Így, akkor alulról van egy ingerenciám. Hagyjuk így az egész, ahogy van. Jó. Szóval Ede bácsi, mit szól, hogy megint én vagyok a riporter? Megmondom őszintén, nem fogom lekopogni ezt. Egyébként ismertem édesapádat is, őt se szerettem. Valahogy én minden rosszra fel vagyok készülve, egyedül rád nem tudtam felkészülni. Te fiam, olyan ronda vagy így állva, mint más nekifutásból. Ede bácsi, pedig most jövök a fitness klubból. Inkább a Loch Ness klubba járja. Ez van, apám, ez van. Ede bácsi, hova tűnt ön a közéletből? Csalódtam, fiam, az emberekbe. Főleg azokban csalódtam, akik körülvettek engem. Miért? Kik vették körül? Most dobod el az agyad. Konkrétan hárman vettek körül. Én vettem körül saját magamat, a Gyula az Ottót, a Tóth-Ottót. Így voltunk hatan, így. Ede bácsi, ugorjunk vissza az időben. Jó, te csak ugorjál, én addig itt maradok, jó már. Hol volt Ede bácsi első munkahelye? Én először a Kufu fáraó írnoka voltam, fiam. Igen, hogy tudott írni a remegő kézzel? Úgyhogy amíg írtam, ketten rángatták alattam a papírus tekercset. És mit csinált az ókori Rómában? A triumvirátusban dolgoztam. Kikből állt az a triumvirátus? Na most... Én voltam az egyik virátus, a Gyula a másik virátus, és az Otto a Just Prima kaktusz. Így volt. Ne haragudjon, hogy lehetett maga ilyen remegő kézzel Róma imperátora? Na most én nem az imperátora, hanem a vibrátora voltam, édes. Ede bácsi, ön részt vett a tatárjárásban? Én nem tudom, mit röhögsz, hát te írtad, hát én még ilyet nem... de azt látom, hogy itt röhög, hát... A francban... Részt vett a tatárjárásban? Nem, én a sáskajárásban vettem részt. Saját kezelőleg daraboltam fel egy sáskát, úgyis, mint fejtor, és a tótottó, így... És a török hódoltság idején? Akkor végvári harcos voltam. Miért? Mert ahol én harcoltam, ott minden várnak vége lett, édesfiam. És mondja, hogyan támadtak a törökök? Azt kiabálták, halál rátok! És maga mit kiabált vissza? Azt, hogy szurok rátok! Ede bácsi Isztambulban is járt. Jártam, édesfiam. És mit tetszett a legjobban? A hárem. Milyen hárem? Mi hárem? Én, a Gyula és az Otto, a Tóth-Otto. Napóleonnál mivel tevékenykedett? Mit csinált? Fiam, tüzér voltam, de elvesztettük a csatát, mert a végére összesen 4 golyónk maradt. Már kinek maradt összesen 4 golyója? Nekem, a Gyulának, meg a Tóth-Ottónak. Mi voltunk a golyós négyes.
Ede bácsi, a Habsburgok idején milyen álnevet használt? Én voltam a Bugajok, a Béres fiam, már akkor is megmondtam, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokosodik, érted? Egyébként ezek a mocskok Elzenaknál támadtak, marha büdösek voltak. A Habsburgok? Nem, a Warburgok. Ede bácsi, mit csinált az első világháború alatt? Ott voltam az Isonzónál, jött a mustárgász, mi meg csak futottunk. Fetezékbe? Nem, virsliért. Ede bácsi, és a második világháború idején mivel foglalkozott? A gyengénlátók hadi üzemében voltam én. Ott dolgozott? Ott dolgoztam. És mit gyártott? Vaktöltény. A partra szállásnál állítólag a partizán lányok szárnyas aknával lőttek önökre. Bizony, szárnyas aknával, de mi vissza is lőttünk neki. Mivel? Szárnyas betéttel, édesfiam. Ede bácsi ott volt az Aurórán? Nem, én akkoriban Németórán voltam. Hát... Mi van, osztálytársak voltam, vagy mi? Ezek szerint jól beszél németül. Három szót tudok, de azt is elosztottuk. Ugyanis egyet tudok én, egyet a Gyula, hát egyet meg az Otto, a Tóth-Otto. Igen, értem, jó. Igen. Jó, hát akkor kérdezek valami egészen azt már. Azt kérdez mindenképpen meg. Igaz, hogy Ede bács... Nem csak azért, hogy rá lehessen tenni a szalagra, csak emiatt, ha... Mi lenne az egyébként? Igaz, hogy Ede bácsi lőtt az Aurora ágyújával? Nem én lőttem, engem lőttek, édes fiam. És kinek az oldalán állt akkoriban? Kinek? Én a Gyula oldalán álltam, mert fújtak a nagy steppei szelek fújtak. És honnan fújtak a szelek? Hát tőlem, a Gyulától, meg a Tóth-Ottótól. Szóval megszólalt az ágyú, és volt két pukkanás. Bizony, én voltam az egyik pukkanás, Gyula a másik pukkanás, az Otto meg a nagy durranás volt. Ede bácsi, mi volt ön a hadseregben? Én a hadsereg legfontosabb faktora voltam. Milyen faktora? Rizikó faktora voltam. Én ott oroszlán részt vállaltam. Miért? Fordon ordítottam én. Alám írták Metro Goldwyn Mayer. De aztán magyarosítottunk. Mire? Rám, a Gyulára, meg a Tóth-Ottóra. Ede bácsi, hogyan jutott el a téli palotába? Sió csatornán jutottam. Na, úgy értem, hogy fegyverrel? Nem, szakszervezeti beutalóval. Igaz, hogy menekülés közben átúzták a balti tengert? Átúztuk, de nagyon szennyezett volt a vizet. S mitől volt szennyezett? Na most figyelj, hát tőlem, a Gyulától és a Tóth-Ottótól. Mi voltunk a szenzációs négyes, azt már mondtam neked. Ön 40 évet töltött a gulágon. Ja, az a gulágon borzasztó volt, fiam. És mi volt a legborzasztóbb? Na most, hogy ezt nem tudod megjegyezni, hát elállok. Én voltam a legborzasztóbb, a Gyula meg a Tóth-Ottó. Igaz, hogy Ede bácsi 3x3-as volt? Nem igaz. Ezt kikérem. Magam, én 1x3-as voltam, Gyula volt a 2x3-as, az Otto meg a földszín 3-as, közvetlenül így mellette. Az az igazság, hogy abban a házban is csak egy legény volt talpom. És ki volt az az egy? Na most te hülye vagy, én, a Gyula és az Otto, a Tóth-Ott. Jaj, Istenem, valahogy egyedül veled nem tudok megbarátkozni, olyan nehéz a felfogás. Állj már kicsit távol. Jó, így jó? Ja. Ede bácsi, járt már a Vidám színpadon egyébként? Hogyne, esténként gyakran megfordultam az épületben. Szerepelni jött? Nem, szenet lopni. Ön még mindig jól vezet? Jó, lekopogom, jól vezet. Személygépkocsit? Nem, villanyáramot. Tehát hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni? Úgy hallottam, Ede bácsit mostanában megcsalta a felesége. Megcsalt, igen. Csak az vigasztal, hogy egy férfival csalt. És ki volt az az egy?
így konkrétan én, a Gyula, meg az Otto, a Toto. Ez a bácsi, látom, hogy fáradt egy kicsit. Nem álmos? Nem álmos? Egész éjjel alig aludtam. Na. Azt hittem, hogy fáj a fogam, de reggel kiderül, hogy nem is a fogam fáj, hanem a tyúkszemem. Miért cseréte össze? Ja, mert fordítva feküdtem az ágyba. Ede bácsi! Mesélj a régi hagyományokról. Na most, fiam, nagyon szép hagyomány volt a karácsonyi betlehemezés. Mi voltunk a három királyok, miatt megkérdeznéd, az egyik király én voltam, a Gyula a másik, az Otto meg a tök király volt. Értem. Na most... Ugyanis útközben ultiztunk, tök volt az adó. A Gyula is tök király volt? Nem, ő tök réteg volt, fiam. És ilyenkor egyedül szokta díszíteni a fát? Egy szál egyedül, persze, általában három szálon voltunk. Ugye én az egyik szál, a Gyula a másik, az Otto meg a szívószál, így voltunk. Hát gondolom, lógott a fáról a sok finomság. Bizony, mi lógtunk hárman. Ede bácsi, ismeri a jelenlegi kamatlábat? Csak a csirkelábat ismerem, mivel kisnyugdíjas vagyok, tudod? De azért most is jár bankba, minden ugye? Minden nap ott vagyok, minden nap. Akkor már jól ismerik arcról. Nem ismernek, fiam. Miért? Mert harisnyomval a fejemen. Akkor ezt most hagyjuk, jó, inkább hagyjuk a színpadnál maradjuk. Ugye régen ön balettozott is. Bizony, bizony. Nagy beugrásom volt, nekem a hatjuk tovább. És mi volt a visszhangja? Nagy csobbanás volt, aztán ez a három ilyen blúgy, blúgy, blúgy. Akarod még egyszer? Igen. Blúgy, blúgy, blúgy. Én még ilyen blúgyot sose hallottam, Edevát. Nem csodálom. Drága Edevát. Rajta pofát elvesztettem, hol tartunk. Ja, mondj meg! Ede bácsi, most mindenütt nagy elbocsájtások vannak. Sajnos nem elég nagyok, fiam. Miből gondolja? Abba, hogy te még mindig itt állsz mellett. Hányszor rúgták életében? Na most engem háromszor. Először én rúgtam ki saját magamat, szóval az Otto rúgta ki a Gyulát, mostanában meg a Gyula rúgja ki. Az Ottót? Az államtitkárokat rúgja ki. Ede bácsi, mivel foglalkozik most? Na most, én a Gyula tanácsadó testületében dolgozom, azt tanácsoltam neki, áruljon patogatott kukoricát, hogy népszerűbb legyen. Milyen néven? Pophorn. Hát nézze, mint tévében megforduló ember, elég jól informált vagyok. Mondom, mint tévében megforduló ember, elég jó informált vagyok, inkább ugye? Inkább deformált vagy, édesfiam. Szóval... Sőt, egyébként téged kellene előléptetni. Igen, és honnan? Kellét, hogy tetejéről így egyet léptél elő. Nem kérdezni, hogy marhasság. Ede bácsi, annak idején kim volt az Omega koncertjén? Kim voltam, mert ha bellettem volna, akkor nem ázok bőrig a franc, aki megesz. Hányan voltak kint? 60.003-an voltunk. Ki volt az a három? Én a Gyula? Melyik Gyula? Hon Gyula, hol volt ki? Folyton ilyen V-betűket mutatott a kezével. Viktóriát? Nem, két konyakot kért a büféből. Egyébként ott voltak a régi MSZMP-s tagok is. Ők mit csináltak az Omega koncerten? Ők voltak a régi csibészek. Ede bácsa, mi a véleménye az idei évről? Na, egyből az év elején engem három kellemetlenség ért. Mi volt ez a három kellemetlenség? Én voltam a Gyula, és na, az... Na, mars ki. Jó, de most ki menjen ki? Hogy ki? Hát én a Gyula vagy a Tóthosszó. Thank you.
Látom, ma más a világ. Épp ezért kérem, hogy meséljen Ede bácsi arról, hogy szólt a rock and roll akkoriban rég. Az volt a nagy szerelem, amikor Olgának a szaki szervezeti bálon. Fogtam a kezét, de nem értem már. Miért? Ki fogta még? Hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó, hát én. A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Indult az új szerelem, Ibolyát megcsókolni is alig merem, szájában csábot. Fogszabályozó, oly mámorító. Kis pad a nagy szigeten, felettünk holdfény szellő, úgy vele a szívem. Csókolnám régen, de nem érem el, ott ül a trió. Milyen trió? Hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Nem, nem, én nem hiszem el, hogy nincs a földön egy olyan hely, ahol végre egyedül lehetnénk. Eljött végre az igazi, a ranka ronda nőtte, az a buli, hogy az a dobó. Leírható, ez bomba jó. Hévizen a nász éjszaka, most már csak ketten mentünk a Szladiba, a dupla ágyon. Kevés a hely, nincs takaró. Miért? Ki van ott? Ó! A hátén! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó, hátén! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Nem, nem, én nem hiszem el, hogy nincs a földön egy olyan hely, ahol végre egyedül lehetnénk. Jöttek sorba a gyerekek, kezdetben nem zavart, hogy minél gyerek, mert a sötétben fogantak, mint gondoltam én. Nálunk a hűség szent, és a szerelem, a félrelépését is elviselem, mert életében csak egy férfi volt a csábító. Ki volt a csábító? Hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Hát ennyire hülye vagy! Nem tudod megjegyezni! Otto, a Tó-Tó-Tó, hát én! A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó. Ennyire hülye vagy, hogy nem tud megjegyezni! Az Otto! Menj a francba! Nagyon fontos szám, tényleg 4526-os italboltban játszódik. Onnan indultunk ki, és... Tehát két úr az Európa házból, az egyik én lennék, a másik ez a barom. Nem nagyon részeg, érted? Szóval azért, hát azért álljál meg. Szerusz Béla, pofádat befogott Béla. Ezt majd életemben nem értettem meg. Mi ez? Ez nálad egy ilyen kényszer a közlésre? Vagy mi ez? Mi? Maradj, nem arról szól, hogy állandóan te... Ez a baja. Egyébként ez a baja. Csak az ő hangját hallani. Jó gyerek, mondjuk nem az, nyomja magába, hogy maci a mézet. Mi Béla? Egyen meg a szíve. Na, mondjál vele valamit, nehogy azt higgyék, elnyomlak. Mondjál vele. Pofádat most fogod be, kussoljál be. Álljál. Ez az... Nem, egyszerűen nem is értem, hogy mi nála ez.
Csak ő, csak ő, mi? Pedig különben jó gyerek, csak ne az összefüggéseket nem érti, pedig a alapkérdés, mi Béla? Na, mondjál vele valami. Kusoljál Béla, a pofádat befogod, nem. Nem igaz, hogy nézel ki Béla, nem? Hát, feleségét láttál? Ilyet nem is láttam, komolyan mondom. Mi? Mi van, amikor vendégségbe mentek? Ezt meséld el, pofádat befogod, álljál, mit mesélsz? Mi van? Azt mondd el, mi van? Mi? Az asszonyról egy diafilmet kell előre küldeni, nehogy hitelen megijedjenek tőle a vendégek. Ezt mondd el. Na jó, mondjál bele valamit. Pofádat befogod, álljál hátra. Te miért? Te ízére jársz egy ilyen ponton, mi megy tanfolyamra, vagy mi van? Ez az egyetlen baja, nyomja magába, mint macsa a méze. Egyszerűen nem, az összefüggéseket nem érti. Mi? Béla, elgyen meg a lelket. Ne szédeleg, járjál ott nyugodtan. Na most, megmondom, mi van, Béla. Te egy televízióba, speaker, majd ezt lefordítom neked külön, nem. Speaker megmondta a szünetbe, és nagyon igaza volt. Mi magyarok nem jutunk 5-ről a 6-ra, ha ha pofádat befogod! Nem igaz, hogy miattad nem tudok tovább lépni, nem igaz! Kusoljál Béla, mondjál bele valamit, mondjál, most állj átlép! Ez a baj, hogy állandóan ő ugat, ő pofázik. Na, speaker azt mondja a tévében, higgyük el, mi magyarok nem jutunk 5-ről a 6-ra, ha izében nem lépünk be. És... Te már beleléptél, Béla, hát... Ez a tehénnel snoblizik, ez az állat. Ne röhögj, ez a bajod! Ándan röhögsz. Na mondjál bele valamit! Pofádat befogod! Eljátszik! Kusoljál! Nem igaz, hogy nem tudok tovább lépni. Azt mondja a speaker, mi magyarok nem jutunk 5-ről a 6-ra, ha újságba nem lépünk be, és Ne! Te se neves most! A izéj! Látottos munkba vagyok, és Maradj már marcsiát, nem igaz, hogy Most mondjál, na, hova kell belépnünk, Béla? Az Európa házba. Csak, hogy kinyögted, baszd meg! Hát, ennyire hülye vagy! Hát nem tudod megjegyezni! Otto! Otto! Hát, én! A Gyula meg az Otto! Otto! Ennyire hülye vagy, hogy nem tud megjegyezni! Az Otto! Menj a francba! Szervusz, Gyurikám, szervusz! Elmondok mindjárt mindent! Gyurikám, azon töprengtem, hogy milyen új világrekorddal öregbíthetném kishazám hírnevét. Aztán olvastam a Guinness könyvbe, hogy egy spanyol férfi Juan Anya Kinya, aki 24 ezer helybéli lakos éjenzése virágeső fanfárszó kíséretében 14 másodperc alatt felállította. Mármint az új rekordot, ugye? Szóval 14 másodperc alatt tudott testőrt hívni telefonútján, képzeld el. És gyakran járok haza én is éjszaka, elhatároztam, hogy megdöntöm a testőr hívás világrekordját. Itt most, ebben a pillanatban nekivágok. Kérem, önöket maradjanak csendbe, és nézzék az óráikat, mert 14 másodperc ugye a világrekord. Van önöknél óra? Igen, tessék mérni, akkor majd az időt. Csöndbe kell maradni, mert nagyon koncentrál. Egy picit izgulok azért, jó. Megmondom, nézd, remeg a kezem. Na, akkor fogjam. 1, 2, 3, jó, gyorsan tárcsázok. Óra indul. Halló, Buldog Kft? Milyen gyorsan küldenek testőt az Operett Színházba? Maradjunk! Nehogy lemenjek!
Tiszteltem, Szilágyi úr, tiszteltem. Ön kell megvédeni, Szilágyi úr? Nem. Igen, ma semmi pénzé nem vállalnám, csak azért. Viszola, minden jót kívánok. Élete első jó kimenetele volt. Mi újság van? Hát engem kellene megvédeni, ugye nagyon félek. Igen. A sötétben. Nem csodálom. Ezzel a fejjel mondjuk azért ez. De nagy kaland lehet kimenni az utcára ezzel a fazonnal. Nagy kaland lehet. Miért? Most jöttem a fodrásztól. Igen? Látom, zárva volt. Látom, zárva volt. Ütök, vágok, rugok, harapok, csipek. Jó. Mi újság? Ki a munkatárgya? Én lennék. Szóval igen? Bemutatkozom, Ihos vagyok. Kicsoda? Ihos. Üdvözlöm, Mohos úr. Üdvözlöm. Csak nem maga az, aki a tévében ilyen kis kendőt szokott a fejre tenni. De én. Maga az? Igen. Óriási. Kár volt levenni. Előnyösebb volt. Na most az ajánlatuk szerint... Mi újság? Szóval az ajánlatuk szerint, ugye... Igen. Szóval ajánlatuk szerint ön a legbátrabb és leggyorsabb testőr, ugye? Abszolút. Mindenkit leverek. Mindenkit. Bantu négert a mocsárláz. Mindenkit leverek. Egyedül a Dodót nem, mondjuk őt tényleg nem verem le. Miért az ki? Én vagyok. Én most. Hát egyébként ütök, vágok, nem azért mondom, de én is járok a fitness klubba. Hát tényleg? Szóval, igen. Inkább a Loch Ness klubba, tessék. Látom, ön sportember, ugye? Abszolút, Mohos úr, abszolút! Sportember. Igen. Mohos úr, gyeplabda bajnokságot tettem 4 évben, Mohos úr. Mivel? Fűnyíróval, Mohos úr, az. De most idefény, Dodó úr. Mi újság van, Mohos úr? Ütök, vágok, azért... csipek, rugok, harapok. Nem feltűnő ebbe szerelésbe azért, hogy az utcán járni Mohos úr, meg? Mi a problémája vele? Átázom magam. Igen? Igen. Mutka egy állatkereskedőt védtem, Mohos úr. Na hát! Olyat még nem látott. Üszőnek öltöztem be, Mohos úr, üszőnek. Annyira jól sikerült, másnap bevaggoníroztak exportbe engem. Annyira jó. Igen, meg is értem. Na most, ön beszél nyelveket? Abszolút, Mohos úr. Angol, teljesen. Milyen fokon? Csiófokon, odáig jutottam el. Tovább ebben nem engedtek el engem. Hogy fog engem megvédeni? Nagyon jó kérdés, Mohos úr. Futni tud maga? Igen, tudok. Akkor könnyen, Mohos úr. Na de... Mondjuk, van önnél gázspré? Micsoda, Mohos úr? Gázspré. Milyen hülyeséget kérdezett? Egész gáz tűzhelyt hurcolok magamra. Ura, főzni akar, Mohos úr? Nem, akkor mutassa a marok fegyverét. Hát csak egy pillantást vetnék rá, úgy. Huncu gyerek magam, Mohos úr. Hát azért itt azért ennyi ember előtt. Hát nézd a Mohos úr, csak annyit mondanék róla, hogy nem egy ilyen mozsárágyú, mondjuk, inkább talán olyan kis paritja, az inkább. Na jó, de azért gondolom, hogy hát bunyózni csak tud, bunyózni. Mohos úr, hetekig jártam le karate klubba, Mohos úr. Edzeni? Nem, villanyszerelni, Mohos úr, az volt akkor a munkám, hogy ütök, vágok, csipek, rúgok. Jó, rendben van. Beindulja. De a fegyverekkel jó bánik, azt látom, ugye jó bánik. Fegyverekkel jó bánik. Igen. Utkó farkast nyőttem, Mohos úr. Igazi farkast is. Igen. Haza is vitte? Nem tudtam. Miért? Kizavartak az állatkertből, az volt az igazsága. Még eltaláltam, de aztán kikerestem. Dodó úr, most önnek mi a szakmája, az igazi szakmája? Közlekedésben dolgoztam, Mohos úr, effektív a közlekedés. Egy kis probléma volt tényleg, hogy az általam vezetett jármű összes ajtaját nyitva hagytam. Ez mondjuk probléma volt. És mi volt a jármű? Busz? Tenger alattjáró. Mohos úr, tenger. Az nem sikerült annyira. Dodó úr, volt már olyan meleg helyzetben? Szóval meleg helyzetben, érte, szóval... Mohos úr, ne viccelje már vele. Ide hallgasson. Egyszer védtem egy embert, érti? És 5 ember elugrott a sötétből. 5 ember ráugrott. De gondolom, hogy beavatkozom. Nem, Mohos úr, nem avatkozom. Miért nem? Hát gondoltam, 5-en csak elbírnak vele, ugye? Hát azért... Minek? Na de Dodó úr, azért ön már volt életveszélybe, gondolom. Mohos úr. Életveszélybe. Mostan 3 ember betört a lakásomba, Mohos úr, effektíve. És nem fél tőlük? Nem, egyáltalán nem, Mohos. Hogy csináltam? Nem voltam otthon, ez az igazság. Nem voltam otthon, Mohos úr. Ütök, vágok, csipek, rugok, jó, harapok. Jó. Dodó úr. Ki a munkatárgya? A felesége, ő mit szól a szakmájához? Szakmabeli, szintén. Igen, ő is testőr. Testőr, Mohos. Szép, csinos. Csinos, megmondom magát, fekete nő, gyönyörű, fekete a haja, szeme, körme, fogai, minden, fekete. Most 50x75-ös mérete van.
Ez a csípője? Nem, ez a lábfeje, morzsul egy. Mint a Jetti, most... olyan morzsul, ilyet nem látott. Most ugye az önök KFT-je háromszoros védelmet ígér. Igen, morzsul. Mi ez a háromszoros védelem? Én, a Gyula és a Lottó, a Tóth-Tottó. Így vagyunk hatan, morzsul, így vagyunk. Na tehát most ide figyelj, tegyünk egy próbát, tegyünk, jó? Tegyünk, befejezésül tegyünk egy próbát. Tessz. Mondjuk feljönne egy férfi a nézőtérről, igen? És lekenne nekem egy baromi nagy pofon. Mohosul, feltűnném a zakomúját, ez tényképp. Igen, és ha lekenne még egyet... Másik zakomúját föltűnném, Mohosul, ez tényképp. És ha lekenne egy harmadikat is, akkor mit tenne? Azt mondaná magát, Mohosul, szaladjon el nagyon hamar, mert magát baromira meg fogják venni. Jó? Haladékeny vagyok. Pájédesem! Adjon Isten tanárnő, csak nem a füle fáj. A Walkman-t hallgatom, ugyanis intenzív nyelvtanfolyamra járom. És milyen nyelvet tanul? Fogalmam sincs, még csak az első leckénél tartok. Azt miért ilyen izgatott? Na is mondja, a holnapi esküvőmet próbáltuk el. A ceremóniát? Nem, a nászészakát, édes. Régen mások voltak az erkölcsök. 50 évig éltem az urammal, de engem még sose látott mestelen. Egyszer például váratlanul jött haza, de még akkor is volt rajtam valami. Halloween? Nem, az agronómus úr. Mondja is maga, miért utazik a városba? Életmentő kitüntetést kaptam. Állítólag megmentettem több száz ember életét. Tényleg? Mivel? Azzal, hogy nem tudtam eladni a gombámat a piacon. Apropó, Katonéni, tud valami házias ételt ajánlani? Én már minden ételt a tehenemből készítek. Na, akkor én már tudom, hogy mit nem kérnék magánál. Mit? Túros lepényt. Akármit mond a tehenemre, de elhoztam vele a BMW nagy díját. Na, hát hogy tudta elhozni? Úgy, hogy nem őrizte senki. Na. Apropó, rendeltem a vőlegényemnek faxon. Milyen? Milyen rendet? Mondom, rendeltem a vőlegényemnek faxon. Még jó, hogy nincs itt a plébános úr. Két tejfölt, de mind a kettő budjant volt. Miért nem reklamálta meg levélben? Na minek? Úgy se tud olvasni. A maga vőlegényét nem úgy hívják, hogy Ökör József? Kikérem magamnak az Ökör Józsefet. Van neki tisztességes neve? Mi az? Ökör Dezső. Mama, a maga miatt fogunk itt leállni? Ne röhögjön már, jó Isten áldja meg! Még ilyet nem láttam. Igaz, hogy nem ez volt beírva, abba igaza van neki. Ezen meg a drága újság. Sok ökörséget írta bele, azt nézem csak. Na, az milyen a maga vőlegénye? Jaj, csodálatos férfi. Mindenki leült tőle. Miért, manöken? Nem, ítélőbíró. Mondja, mama, maga még sosem volt szerelmes? De lánykoromban egy pajtába, de már nem emlékszem, hogy kibe. Mi olyan rég volt? Nem, olyan sötét. Ja. Egyébként hol van most a vőlegénye? Itt köröz az állomás körül a kocsijával. A parkolót keresi? Nem, a féket, édes. Az én uram is vezet, mozdonyvezető, minden útjáról egy halom pénze jön haza. Tényleg? Miért hova viszi a mozdonyt? Külföldre? Nem, a mélytelepre. Képzelje, megtaláltam a családom nemesi kutyabőrét. Milyen volt? Foxy. Úgyhogy nekem jár a pallós jog és a just prima noctus. Szegény uramat is azzal kezelték. Kanalas gyógyszert írt neki az orvos, de a végén ma alig bírta lenyelni. Mi, az orvosságot? Nem, a kanalat. Na hát állítólag maga feltalált valami gyógyszert a férfiasságra. Bizony az én szeremtől a 94 éves sekrestjét még most is tud. Szeretkezni? Nem, harangozni. Képzelje, a vőlegényem is nagykujon. Minden szoknya alá belenyúlkál. Nem várték meg érte? Csak egyszer. Hol? Skóciában. Itt a faluban.
a legismertebb ember az urambót. Egyszer fölment Pestre, azt még a hatos villamosról is kiabáltak utána. Mit? Azt a segítség, tolvaj. Nézem, mami, engem ez a közbiztonság felháborít. Tegnap a kiserdőnél egy ismeretlen késes férfi elém lépett, és azt mondta, hogy vagy az övé leszek, vagy ketté vág, mint egy répát. Azt mi történt? Nem látja, hogy még egybe vagyok. Tanárnő! Tanárnő, maga a nyári szünetben mivel foglalkozik? Szexuális távoktatással. És mennyi a legnagyobb távolság, amit még vállal? Huszonöt centi, édes! Nem értem, miért nem hallottam idáig, mert ezt a francot embettem ki a fülemből. Állítólag magánál tegnap este öt férfi volt hiányos öltözetben. Ez hazugság, egyenruhában volt. Hogy egyen... Hát hogy egyenruhában? Egyenruha volt, a többi meg mesztelen. Különben... Ne beszéljen maga, mit beszél? Nem szó. Maga egy egész férfi foci csapat volt elszállásolva. Bizony, ott voltak. Na jó, de állítanak zuhanyozás közben, ellopták a cuccaikat. Elbizony. És maga nem látta akkor a felszerelésüket? Sajnos nem. Na miért? Már törőköző volt előttük, ugye? Na, valamikor én is sportolónak készültem. Kislabdahajító bajnok voltam. Minden dobásomnak nagy visszhangja volt. Mi volt ez a visszhang? Csirim, csöröm. Az én uram meg kalapácsvető bajnok lehetett volna, már 20 méter magasra dobta feje felé a kalapácsot. Na, és mit kapott érte érmet? Nem, agyrázkódást. Nézze, mama, régebben önmegtartóztató voltam. Na. Se ital, se cigi, se férfi. Azt meddig bírta? Negyed óráig, édes. Lassan megéltem 80 évet, de még mindig futnak utánam a férfiak. Igen. Tegnap itt az állomáson két férfi szaladt utánam. Annyira tetszett neki? Nem, elvittem a bőröngyüket. Képzelje, nekem nulladik típusú találkozásom volt. Na. Fekszem az ágyamban, erre bejött egy UFO. Mi fó? UFO. UFO. Csak nem fogdosta magát. Ugyan, letörtem volna mind a három kezét. Csak nem erőszakoskodott magával? Kikapartam volna mind a nyolc szemét. Akkor mit csinált magának? Gyereket, édes. Na jó, hát megértem pár éve, de sose gondoltam volna, hogy ilyen topless bárba fogunk mi beszélgetni. Nem volna jobb a kis padon? Nem, mamikám. Miért? Miért? Mert ez az egyetlen hely ebben az országban, ahol még kézzelfogható eredmények születnek. Hölgyeim és uraim, a kedves közönség jóvoltából igen-igen sokat járunk mindenhova fellépni, ha hívnak minket, és nagy örömmel teszünk meghívásoknak eleget. Azonban van egy örök problémánk, soha nem tudjuk igazán, hogy merre van a kultúrház. Első delikvensünk egy nagyon kedves idős néni lesz majd, aki körülbelül 40 év óta könyököl a kerítésen, soha senki nem kérdezett még tőle semmit, és hát alig várja, hogy valaki azt kérdezze tőle, hogy kezdi csókolom, tessék mondani, hol van itt a kultúrház, édes? Jaj, jegyem meg a drága szíven. Te ilyen ufi vagy ufó vagy mi vagy te itt, jegyem meg a drága szíven. A kultúrházat keresik, csókolom. Igen, franca pofátok, ott mindenki siet mindenkiről. Velem meg nem beszélget soha senki, a fene, jegyem meg. Igen, csak nekünk most, hogy nagyon kéne sietni. Hova mentek csillagok? Ide kultúrházat sokan vagyunk. Igen, végig így a derekom hasokat, de végig így a derekom, jó. Szóltam vele orvosnál, hüde rosszul van az orvos, hüde rosszul van. Jaj, olyan jól esik egy kicsit eldiskorálni, de olyan jól esik.
Csak a kultúrházat ennek kedves megmondani, merre van csak. Kultúrház csokolat. Bebike volt itt a kis unokám, nem igaz, hogy az mit fejlődött az a gyerek, mióta nem láttam. Mindenhol mellé van most már neki, mindenhol mellé. Csak végig így a derek az anyja úr is. Én nem tudom, mi lett. Ez valami családi tradíció, vagy valami ilyesmi? Igen, nagyon sajnálom, csokolat. Ott vele orvosnál. Igen? Nincs jól az orvos, nincs jól az orvos. Csokolom, a kultúrházat volna kedves megmondani, nagyon siettek, rohant. Igen, mindenki többiek el. Mindenki rohant. Én nem tudom miért. Rohan az egész világ. Hova ment a csőt? Kultúrházba menni, csokolom. Tomika volt itt a kis unokám. Az nem így, hogy mit fejlődött az a gyerek, mióta nem látta. Mindenhol füle van a gyereknek, mindenhol. Csak végig így a derek az anyja úristennek, de végig hasog. Az volt vele orvos, ha nem él már az orvos, nem él. Olyan rosszul volt. Mamika, kultúrházad volna, kedves, nagyon sietnék, édes. Hova mentek? Kultúrházba megyünk, kultúrházba. De azt keresitek, igen. Én nem tudom, hol van csillagom, én nem tudom, hova. De az uram azt tudja. Hol van az uram? Hátul van a disznóban, de meg fogják őt ismerni, mert barna svejci sapka van a fején. Hát a következő úr állapotát tekintve más állapotban van. Ezt az állapotot egyébként nála, ha jól látom most, az alkohol idézte elő. Jó napot! Drága uram, jó napot kívánok! Igen. Drága uram, a kultúr... Uram, bocsánat, uram, a kultúrházat... Ez órák, igen, bármikor lehet. Takarodjál haza! Rohadjál meg, takarodjál haza! Drága uram, ne haragudjon! A kultúrházat keressük! Ez vagy a feleségem, vagy a lovam, ez a két ember. Hány lába van? Négy? Akkor az asszony, akkor az uram! Ez apa, ez nézd meg! Ez nem igaz, te! Ezzel bekerülök a Guinness Bookba, úgy éljek? A világon egyedülálló. Igazán én vagyok az egyedüli ugyanis, aki egyszerre táncolok és pisálok. Drága uram, egy teremtett tényleg nincs az utcán. Mondja, merre van itt a kultúrháza környéken? Tehát, mi a probléma? Nem ismerem. Én sem, nem érdekel. Ne ragudj már, megkérdezem tőled. Szám szerint hány ingered van? Uram, hát hozzasztom sietni, ne haragudjon. Itt vagyunk. Jöttünk föllépni ide önökhöz, és nem tudjuk, hogy hol a kultúrház. Te, itt a szerző... Takarodjál haza, rohadjál meg! Jön utána, mint a náthám az asszony, jön utána. Takarodjál, rohadjál! Pész, nem probléma! Uram, a kultúrház... Ennyi mulott a sűrűje, ennyi... Tudod? Láttam, igen. Csak nézd. Azt hittem újra kell vacsizzak. Azt hittem újra kell. Hát itt a... Te, ne lőjön be! Nem érdeked, milyen... mit kerestek? Kultúrházat. Milyen házat? Kultúrházat. Ilyen nevű nem lakik a faluba.
Hölgy, aki a foglalkozására nézve nem éppen a családban találta meg élete boldogságát. Szóval, hát ne én legyek, aki ebben műsorban kimondja, hogy kurva. Hát az illető hölgy szintén a utcán sétál, és én odalépek hozzá. Kezit csókolom, csókolom a kis kezét, csókolom, kezit csókolom. Rohadjál meg, mocskos állat! Hogy ilyen szemét emberek vannak. Én? Hát mi van, csak... mit akarsz? Mit akarsz? Hát miért azért, mert itt állok? Nagy dolog, itt volt hely. Miért azért, mert itt állok? Mindig az előítéletek, hogy ilyen rohadt emberek vannak. Szó sincs valami, csak kultúrházat keresik csókolom. Igen, hogy járjál hátrafele, tudod? Ilyen mocsok emberek vannak. Tavaly is kereste egy ilyesforma ember, mint amilyen te vagy a kultúrházat. Idén szültem meg 3,60 kg. Hagyjál békén! Ilyen rohadt emberek vannak, miért azért, mert itt állok? Nagy dolog, Istenem, itt volt hely. Mindig az előítéletek, tudod, jár el hátrafele, ilyen mocsok állat. De hányan vagytok? 4-en. 36.500. A helyi zöld parizer vendéglő népzenésze. Drága uram, jó napot kívánok, bocsássa meg a zavarásért. Eltévedtünk, a kultúrházat keresem, itt a szerződésünk. Ide kéne jönnünk a kultúrház. Valahol itt kell a környéken lenni, már nagyon sok embert megkérdeztem, senki nem tud igazit. Ne szennyezzé be a hanghullámait, ne szennyezzé be. De én, hát én csak azt szerettem volna megkérdezni, hogyha volna kedves... Rám hogy... ne nézzé soha. Jó, akkor... Nézzé fölém, mellém, alám, de rám ne nézzé. Megkapom tőled. De... Mit keresse? Kultúrházat, uram. Ezzel a fejjel. Nagyobb sikerre ne számítsatok. Drága... Ez a te legnagyobb problémád, ez a kultúrház. Hát uram, ide jöttünk fel föllépni, persze. Hát... 1938-ban fölvittem az asszonyt a Tájgetoszra. Onnan dobtam lefelé. Az anya úristen itt olyan csúnya volt a justícia, hogy a víz visszavetette a szurdokra. Ezzel jössz nekem, merre van a kultúrház? Nagyon sajnálom. Mi ez a probléma az enyémhez képest? Hát, sajnálom. Négy év ma beirattam egy TSC-be, madárijesztőnek vették fel. Fölnézett az égre, a vetési varnyak lepotyogtak, mint a kamikáze. Ezzel jössz nekem, merre van a kultúrház? Mi ez a probléma az enyémhez képest? Sajnálom, uram, maga a probléma. Sajnálod, de hát mi, nekünk, de föl... neked, miről beszél? Föllépésről van, ember, nagyon, nagyon sietik már. Föllépés? Igen. Hol ez a föllépés? Hát itt a kultúrházban. Hát miért nem ezzel kezdted? Hát én kísérlek benneteket, na gyere utána!